Tisztelt emlékezők, honfitársaim! A Fidesz esztergomi szervezete, az Ezredév Polgári Társulás, az esztergomi polgári körök, a felvidéki Limes-Avanú regionális honismereti társulás, a KDNP esztergomi szervezete és az MKP Párkányi alapszervezete nevében köszöntöm Önöket a Nemzeti Összetartozás oszlopánál, a Nemzeti Összetartozás közelgő napja alkalmából. Kérem, énekeljük el a himnuszt. Tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Gulyás Gergely urat, az országgyűlés alelnökét, dr. Varga István ügyvéd urat, Völner Pár dr. államtitkár urat, vendégeinket. Köszöntöm továbbá Esztergomváros alpolgármesterét Bánhidi László urat, a megjelent önkormányzati képviselőket.
Nagy szeretettel köszöntöm felvidéki barátainkat, Szigeti Lászlót, az MKP országos tanácsa elnökét, Dániel Erzsébetet, a Limes Avenum regionális honismereti társulat elnökét, Retkes János urat, a Párkányi MKP elnökét, mindenkit, aki a Duna bal és jobb partjáról itt jelen van. Ezennel átadom a szót dr. Völner Pál államtitkár úrnak, országgyűlési képviselőnek. Köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt alelnök úr, alpolgármester úr, képviselőtársam Varga István, aki beszédet is fog nekünk mondani, képviselők, és legfőképp a határon túli párkányiak. Remélem, hogy egyre kevésbé valós határ, és nem csak ez a híd köt bennünket össze, hanem egyre jobban azok a lehetőségek is, amelyek megnyílnak, vagy amelyeket tágítani tudunk itt az unió keretén belül. 2010 óta ünnepelhetjük a Nemzeti Összetartozás napját, tudjuk ezt a korábbi gyászos trianoni emléknapot, és mi itt Esztergomban, alelnök úrnak csak jelezném, hogy kicsit mindig másképp ünnepelünk, mint akik az ország belsejében élnek. Nekünk nem pusztán egy emléknap, hanem élő közösségnek két része itt mindig találkozni tud a Duna partján. Még az átkos korábbi szocializmus időszakban is nem csak éreztük, hogy mi ez a nap, hanem tudtuk és tapasztaltuk, és ma is tudjuk és ma is tapasztaljuk, annak ellenére, hogy ma már könnyebb, de mindig közelről értesülünk folyó túlsó partján történtekről. És még nem is panaszkodhatunk annyira, mint most az autóban jövet is a rádió műsorban éppen a romániai erdélyi helyzetről volt szó, hogy az ottani polgártársainkat, vezetőinket hogyan üldözik bírósági, hatósági úton mind a mai napig. Nagyon is szükség van erre a napra, mindig meg kell emlékeznünk, meg kell erősítenünk azt az összetartozást, ami összeköt bennünket. És reméljük rövidesen szerbiai, kárpátaljai testvéreink is egyre közelebb tudnak kerülni hozzánk, nem csak a kettős állampolgárság révén, hanem azokkal a kötelékekkel is, amelyeket jogilag ki tudunk majd alakítani. Amit meg lehet még említeni itt ebben a körben, és amit meg is kell említenünk, hogy nem így indultunk neki. Emlékszünk arra a gyászos decemberi napra, amikor a külhoni magyarok állampolgárságáról volt szó, és éppen itt honi honfitársaink, a bal oldal volt az, aki hátba döfte ezt a kezdeményezést. És fel kell idéznünk, hogy 2010-ben, amikor ezt a törvényt elfogadtuk, a magyar szocialisták akkor sem akarták elfogadni, akkor is azt mondták, hogy ez veszélyezteti a külhoni magyarok érdekeit. Furcsa gondolatmenet, és a történelem, hál' Istennek, ezt nem igazolja. És most, amikor migráns kérdésről beszélhetünk, akkor is láthatjuk, hogy most is az Alkotmánybíróság előtt vív a kormánycsatát a magyar baloldallal, Szanyi Tibor MSZP-s képviselővel, a liberálisok elnökével, akik vitatják a jogunkat arra, hogy a magyar nép döntessen ebben a kérdésben is. Nem akarom elvenni a szót az utánom következőktől. Én azt hiszem, hogy a Nemzeti Összetartozás napja, ahogy évről évre itt összejövünk, mindig alkalmat nyújt arra. Felmérjük jelen állapotunkat és összetartozásunkat. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük államtitkár úr köszöntő szavait, és megkérem Gulyás Gergely urat, az országgyűlés alelnökét, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt államtitkár úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársam, tisztelt alpolgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves emlékezők! Múltunk gonosz volt, életünk pogány, rabsors ma sorsunk, s mégsem átkozom. Jó, hogy nem ültem győztes lakomán, s hogy egy legázolt néphez tartozom. Az erdélyi származású Áprili Lajos így foglalta össze a 96 évvel ezelőtti június 4-i békediktátum nemzeti tragédiáját és a velünk szemben meghozott a történelmi Magyarországot felszámoló döntés erkölcstelenségét. És valóban nincs a világnak még egy olyan állama, amely olyan megcsonkításon esett volna keresztül, mint Magyarország az első világháborút követően.
mégis joggal érezzük, hogy van olyan döntés és van olyan cselekedet, amely olyan mély romlottságra utal, hogy még mindig jobb a döntés elszenvedőjének lenni, mint meghozójának. Egy 1000 éves állam területei 2/3-ának és magyar nemzetiségi lakossága 1/3-ának elcsatolása nyilvánvalóan e döntések közé tartozik. Majdnem egy évszázaddal később is csak azt mondhatjuk, hogy Trianon nélkül ma sincsen magyar önazonosságtudat. Mindennek az eredője, mellyel a magyar nemzetpolitika ma szembesül, érthetetlen és értelmezhetetlen az első világháborút lezáró békediktátum nélkül. Juhász Gyula, Babits Mihály, Kosztolányi és József Attila, Reményik, Tóth Árpád, Márai és Vasa Albert és velük együtt az egész 20. századi magyar irodalom nemzeti alapélménye a darabokra szabdalt történelmi magyarság, történelmi Magyarország magyarságának nemzeti összetartozása. A megmaradás parancsa a számkivetettségben is erős volt. A határon túlra szakadt magyarságnak a 20. században egyszerre kellett szembesülnie a legtöbb utódállamban a kommunista diktatúra általános elnyomásával és a nemzeti kisebbségi létből adódó külön üldöztetéssel. Könnyebb lett volna elmenni, de a legtöbben mégis maradtak. Maradtak, mert tudták, hogy a menekülés a könnyebb megoldás ugyan, de mégsem helyén való, hogy bármennyit is tegyen egy állam azért, hogy az ősei földjén élő nemzeti kisebbség elvándoroljon, hogy bármilyen fullasztó légkört képes teremteni egy idegen hatalom, az emberi élet teljessége az épp lélek megtöretése nélkül nem képzelhető el máshol, csak ott, ahová az ember születni rendeltetett. Ahogyan Sütő András megfogalmazta, a szülőföldnek sírhant jelöltjei vagyunk, és egyhangulag megválasztott emlékei, mert ez az utolsó hely, ahol nevünk emlegetése kilobban. Mert amikor mindenütt elfelejtenek, a szülőföldnek még mindig akad mondani valója rólunk. Amikor a Magyar Országgyűlés 2010. júniusában a trianoni békediktátum aláírásának napját a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította, akkor azt mondtuk, hogy 90 év elteltével nem csupán azt kell kimondani, hogy határok ugyan szétszabdalhatnak bennünket, de az egymásért viselt felelősségünk osztatlan, hanem 9 évtizeddel nemzeti tragédiánk után azt is meg kell fogalmaznunk, hogy miként tud Magyarország a határokon átívelő nemzeti újraegyesítésből előnyt kovácsolni önmagunk számára. Mit tegyünk azért, hogy a megszenvedett és elvesztett 20. századunk után ezzel az örökséggel együtt a magyarság a 21. század nyertese lehessen? A fájdalmat semmi nem enyhíti jobban, mint a cselekvés. Mindaz a fájdalom, szenvedés, emberi és közösségi tragédiák sora, mely Trianon egyenes következménye volt, egyértelművé teszi, hogy a világban az igazságtalanság és a gonoszság is nyerhet a jóval és a helyessel szemben. Az erőszak akkor is megtörhet bennünket, ha helyes célokért szállunk síkra, de attól, hogy a Földön nem mindig érvényesül Isten akarata, még nincs felhatalmazásunk arra, hogy a hazugsággal szemben ne az igazságot, az erőszakkal szemben ne a szeretetet, a nemzetek felszámolására irányuló törekvésekkel szemben ne a nemzeti összetartozás parancsát tartsuk irányadónak. A határokkal fizikai értelemben szétszakított magyar nemzet kulturális és lelki egységének helyreállításáért végzett szolgálat lehetősége a kommunista diktatúra megszűnésével mindannyiunk számára adott. A rendszerváltozás e tekintetben mindannyiunk előtt új kapukat nyitott meg. Kapukat, melyek magyart a magyarhoz vezetnek, de olyan kapukat is, amelyek az értéktartalom nélküli szabadság időszakában a szülőföld elhagyását is minden eddiginél könnyebbé tették. A kommunista diktatúra időszakában az elnyomás, az elhallgatás és a megtagadott közösség jelentette a legnagyobb veszélyt a nemzeti megmaradásra. Ma a szülőföld elhagyása és a nemzeti ügyekkel szembeni internacionalista közöny kísértése hordoz komoly veszélyt magában. Őrizzük meg emlékünkben, hogy a rendszerváltozás utáni nemzetpolitika helyes erkölcsi alapjait az első szabadon választott kormány rakta le, amely politikájával egyértelművé tette a Szabó Dezső által megfogalmazott parancsot, mely szerint minden magyar felelős minden magyarért. Egyértelművé tette, hogy a felelősségnek közjogi korlátai ugyan lehetnek, lelkiek azonban soha. Mennyien fogadták akkor határon innen és a szomszédos országokban szándékos értetlenséggel vagy esztelen gyűlettel, mennyien vádolták nacionalizmussal és revizionizmussal Antal József miniszterelnököt azért, mert e területen is véget vetett a kommunizmus által használt kettős nyelv, a hazugságok és a ki nem mondott igazságok országlásának.
pedig akkori pontos megfogalmazása semmilyen félreértésre nem adott okot, idézem. Törvényes értelemben a magyar közjog alapján minden magyar állampolgárnak, ennek a 10 milliós országnak a kormányfőjeként, lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni. Ahogy Sütő András e mondatra utalva Antal József temetésén fogalmazott, idézem, mondta ezt minden hátsó szándék nélkül, a világos szavak értelmében bízva, így mások értelmében is bízva tehát. Mondta ezt annak reményében, hogy a lélek fogalmát senki nem tévesztheti össze tankhadosztályokkal. Mondta ezt közel fél évszázada egy letűnt politikai vezetés szintjén elárult, nemzetközi szinten is közönnyel szemlélt, kisebbségi sorsban vergődő magyar nemzeti közösségek védelmében. Senki, aki utána jön, senki, aki nyomába lép, ezután meg nem kerülheti őt abban, amit a határokon kívül élő magyarságért cselekedett. Eddig az idézet. És bár ezt követően is sokszor kellett fájdalmasan szembesülnünk azzal, hogy a magyarságnak nem csupán kívülről jövő veszélyekkel kell szembenéznie, hanem sokszor belső gyengeség, árulás és a nemzeti egység megtagadása is vezethet öncsonkításhoz. Ahogy államtitkár úr is említette, 2004. december 5-e örök és fájdalmas szimbóluma marad a honfitársainkkal való közösség állami szintre emelt megtagadásának. Ezt soha el nem felejtve mégis büszkék lehetünk arra, hogy a Magyar Országgyűlés több mint 4/5-ös többséggel fogadta el a nemzeti összetartozásról szóló emléktörvényt, és 97%-ot meghaladó többséggel tette lehetővé a kettős állampolgárság megszerzését minden magyar számára. Tudjuk, hogy a legőszintébb szeretet nem függ a viszonzástól. A kommunista diktatúra több mint 4 évszeres uralma alatt a határon túli magyar közösségek úgy őrizték meg kultúrájukat, nyelvüket, önazonosságtudatukat, hogy az anyaország megtagadta és elhallgatta a velük való közösséget, sőt őket, határon kívül rekedt honfitársainkat is. Mégis féltő szeretettel fordultak az anyaország felé, tudva, hogy egy állam területét ugyan a földön jelölik ki, de a haza mégis a magasban van. Szerettek szeretetlenül is, a semmiért egészen. Tudták, hogy életcéljuk megmaradni magyarnak, egyénként és közösségként felette álló cél az oly sokszor hazug pillanat kísértésének. E hazug pillanatok évekké válhatnak, sőt évtizedekké álltak össze a kommunista diktatúra alatt, de mégsem tartottak örökké. Magyarország ma szabad és független ország. Sorsunkat, sőt nemzetpolitikánkat magunk alakítjuk. A nemzeti összetartozás soha nem lehet kívülről ránk kényszerített dekrétum, hanem csak belső parancs. A belső parancs pedig önkéntes követést kíván. Szabad akaratunktól vezérelve tegyünk hát meg mindent azért, hogy a határon innen és túlélő magyar polgárok közössége valóban összetartó nemzet legyen. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük országgyűlési alelnök úr értékes gondolatait. Kérem, énekeljük el azt az éneket, amit szerintem már mindenki tud. Isten áldja meg a magyart! Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart, paradicsom hazájában, éljen, mint a Hajdunában, éljen, mint a Hajdunában. Most átadnám a szót kedves vendégünknek, dr. Varga István ügyvéd úrnak. Tisztelt emlékezők! Engedjék meg, hogy Andrássy Gyula miniszterelnök unokájának naplójából idézzek.
Megvalósult régi álmom, Magyarország függetlenné vált, de milyen áron? Mihály nem fogadta el a monarchia nevében a katonák által kötött fegyverszünetet, és gyülevész kormányával Belgrádba utazott, ahol megalázó békefeltételeket szabtak. Ezekben a pillanatokban folyik a csehek és a románok előrenyomulása a kijelölt demarkációs vonal felé, Magyarország szíve felé, és nincs katona, aki felvegye velük a harcot, mert Mihályék sietve feloszlatták a frontról hazatérő alakulatokat. Micsoda gyalázat ez, Pali! Hova lettek azok az oroszlánkért küzdő férfiak? Hova lett ez a hősies önfeláldozás, amit annyiszor megcsodáltam a magyar katonákban? Most, amikor minden percben hatalmas darabokat szakítanak le a haza földjéből, szélnek keresztik a hadsereget. Ilyen még nem fordult elő a világtörténelemben. Mit képzelnek Mihályék? Hogy az Antant ezért méltányosan bánik velük? Hogyan lehet valaki ennyire ostoba? Hiszen csak az ellenségeink dolgát könnyítjük meg. Nem tudom elhinni, hogy azok a bakák és huszárok, akiket hazairányítanak, ne szállnának szembe a földjüket, talán éppen akkor elfoglaló csehekkel és románokkal szemben. Micsoda szégyen, micsoda gyalázat most magyarnak lenni. De jó, hogy nem kellett ezt megérned, drága Pál. Szégyellem, hogy magyar vagyok. Szégyellem azt is, hogy a régi nagy politikus gárdából, a sok szájhősből ennyire futotta, egy Mihályba, egy álmodozó fantasztába torkolott az egész politikai bölcsességünk. Hova bújt a sok nagy mellényű politikus? Hova illant a büszkeségük, hogy képesek voltak az országot átengedni megvetett szocialistáknak? Hova lett az ékes szóló aponyi, a dörzsölt vekerle, a sok büszke vitéz zászlósul? És még a jó Duci bácsi is itt húzza meg magát a mi Dénesfánkon, hogy nehogy Tisza sorsára jusson. Igen, Pál, egyedül Tiszának van mentsége, akit meggyilkoltak a saját felesége szeme láttára, ráadásul azt beszélik Mihály hallgatólagos jóváhagyással. Tisza volt a pesti forradalom szinte egyedüli áldozata, mintha az ő vérével le lehetett volna mosni az elmúlt négy év minden szenvedését. Azt gondolom, Pál, hogy kár volt, hogy Tiszát lemondatni, amikor erős kézre, erős akaratra lett volna szükség. Hölgyeim és uraim, kedves emlékezők, meggyőződésem, hogy a trianoni békeszerződés immár majdnem századik évfordulóján valamiképpen emléket kell állítani azoknak, akik meg tudták volna és meg akarták akadályozni az ország széthullását, és természetesen nem Károly Mihályra gondolok, akire itt a Andrássy unoka idézett vagy gondolt, hanem elsősorban Tisza Istvánra és mindazokra a hősökre, akik a Székely hadosztályra, a görgeiekre és azokra, akik volt, amikor puszta kézzel megpróbáltak szembeszállni a bevonulókkal. És azt is mindenképpen meg kell mondanunk és meg kell emlékeznünk arról, hogy számomra ez a nap az első világháború nagyapáink és dédapáink hősiességén túlmenően azoké, akik ott maradtak a szülőföldön. Azoké a párkányiaké, azoké a felvidéki magyaroké, azoké az erdélyi magyaroké, azoké a vajdasági magyaroké, és mindenki, aki itt maradt a Kárpát-medencében, akik őrzik Arany János nyelvét. És tudjuk, mindannyian tudjuk, hogy a Wilson ígéretekből, a Gyula-Fehérvár ígéretekből az ég adta a világon semmi nem lett. Hölgyeim és uraim, ma is a százesztendő közelettével az utódállamok pártállástól és politikától függetlenül finomabb vagy durvább eszközökkel arra törekszenek, hogy a magyarság a Kárpát-medencében eltűnjön és vissza tűnjön a saját határai, a most megmaradt határai közé. Ez az igazság, és ezt az igazságot mindenkori magyar politikának is fel kell ismerni. Itt most szembe a felvidékkel gondolják el, gondolta volna valamikor Pozsonyban, mondjuk a koronázó Pozsonyban, hogy Bratislavának fogják hívni, gondolta volna valaki, hogy 1910-ben vagy 12-ben, vagy az 1896-os millennium idején, hogy Bratislava, Prešov lesz, és ma már a riporterek is Bratislavának és Prešovnak emlegetik azokat a városokat, amelyeket ezer esztendőn keresztül Magyarországhoz tartoztak. Senki nem gondolta volna gyalázat, ami a magyarsággal a Trianonban történt, és természetesen gyalázat, ami a párizsi békeszerződés idején is történt, hiszen annyi különbség volt a Trianonival, hogy három Dunacsún, horvát járfalut és még egy másik települést elcsatoltak tőlünk, de a végeredmény ugyanígy megmaradt. És ha bármennyire is furcsa
megnézzük, vagy visszagondolunk Teleki Pál Karterus térképére, vagy arra gondolunk, hogy Illyés Gyula mennyi mindent megpróbált annak érdekében, hogy a magyarság megmaradjon. Tudomásul kell vennünk, ahogy telnek az idő, múlik az esztendő, és közeledünk a századik évfordulóhoz. Egyre kevesebben vagyunk a Kárpát-medencében, és egyre kevesebben vagyunk a határon túli területeken is. Mindenütt visszaszorulunk. Mi tehát a megoldás? Nyilvánvalóan az anyaországnak más feladata nem lehet, mint megpróbál védernyőt borítani a határon túli magyarok felé. Na de hát, ha most arra gondolok, hogy a velünk egy szövetségi rendszerben lévő Szlovákiában újfasiszta párt jutott be a parlamentbe, ha arra gondolok, hogy magyar állampolgárság miatt fosztanak meg magyar testvéreinket, és ebbre a művelt Európa egy szót sem szól, képzeljék el, vagy gondolják el, bár alelnök úr ezt ne is hallja, mit szólnának mondjuk, ha Magyarországon jutna be egy új fasiszta párt. Kérem szépen, egyetlen tiltakozást nem hallottam még Brüsszel részéről, hogy új fasiszta párt jutott be, akik most a mai hírek szerint Hitler tekintik példaképének. Micsoda skandalum ez? Hol van ez ahhoz, amit ígértek? És még valami, és ezt teljesen őszintén mondom, mint aki önökkel együtt jár a Kárpát-medencében a határon túli magyarok között. Gondolják el, nem csak családokat szakítottak szét, nem csak a vagomba terelték a honfitársainkat, nem csak az egyetemektől és mindentől fosztottak meg bennünket, hanem az anyanyelv használatától is naponta megfosszák a magyarokat, illetve még azt sem tudtuk elérni, mint amit a felvidéken gondolok, hogy a vasútállomásokon kiírják a magyar lakta területeken a magyar települések nevét, és nem beszélhetünk arról, hogy mi lett Pozsonyból, mi lett Márai Kassájából, mi lett Kosztolányi Szabadkájából. Egyre fogyunk, és egyre kevesebben vagyunk. Nincs más feladat, hölgyeim és uraim, mint nekünk, magyaroknak be kell népesíteni a Kárpát-medencét, gazdaságilag is, politikailag is, meg kell teremteni azt a védernyőt, amivel a megmaradt honfitársainkat valamilyen módon meg tudjuk védeni, mert mi ezerszer kijelentettük, és az új rendszer is kijelentette, hogy nem kívánjuk a határokat erőszakosan megváltoztatni, nem kell félni a magyarságtól, de bocsássanak meg, és ez megint a mi feladatunk. A 21. században a saját történelmünket nem tudjuk megvédeni. És most megint a Szlovákiára és a felvidékre gondolok. Hát a történelmet nem lehet meghamosítani. Mi itt vagyunk 1100 esztendeje. Pozsonyba koronáztuk a királyokat. Podolinba sétált Kródi Gyula. Nem gondolják talán, és festett Medgyánszky László. Nem gondolhatják a szlovákok sem a fiatal, néhány évtizedes állam, hogy Medgyánszky László magyar festő, szlovák festő volt. Nem gondolhatják komolyan, hogy František Rákóczinak hívják Rákóczi fejedelmünket. A történelem a miénk. Nem vehetik el tőlünk soha. És természetesen nem vehetik el a temetőinket sem. Mert most a görgei évfordulón, Toporcon a görgei család nyugszik. És azzal, hogy a szlovákok nem írták alá a hadisír gondozási egyezményt, mi még néhány barátokkal rendbe fogjuk tenni azt a sírt, ha már más erre nem képes. Én azt gondolom, hogy rengeteg tennivaló van, mert én, amikor 1988-ban legyek annyira exhibicionista, elkezdtem politizálni, egyetlen egy dolog vezérelt. A magyarság megmaradásának szent ügyét kell minden politikusnak tekinteni célnak. Az a kérdés, hogy 100 esztendő múlva a Kárpát-medencében leszünk-e vagy nem leszünk, lesz-e magyar vagy nem lesz magyar. Mert ne felejtsék el, ahogy a felvidéken, a délvidéken is mindenfele csökken, majd csökkenni fog itt is a magyarság lélekszáma, ha ez ellen nem teszünk semmit. És végül, de nem utolsó sorban, engedjék meg, hogy álmainkból is mondjak valamit, különös tekintettel arra, és ezt sejtettem is, hogy egyébként elfogja most az eső, de befejezésül, hogy a sok negatív után egy kis Csészabó László, hadd idézzek önöknek befejezésül. Este a lámpafényben megmozdult a térkép, acélszürke felhők vonultak fölötte, sebes vizek szántották, megcsörrent a romb, árnyékot tettek a kopjafák, kinyíltak a faragott kapuk, fölkeltek a bivajok a folyóból, lobogtak a tornyok, zúgott a szamosgát. Ezentúl a királyháború jelentjük a hóesést, Gyergyóból a csapadékot, visszatért a hamu, amelyben Arany Jánoska írt, a szőlődomb, amely Juhász Gyulát vendégelte, a kert, amelyben a két adis hírokat mért, az udvar, ahol Veselénye a lovagit szemlélte,
az ablak, melyből Petőfi a máramarosi bércekre látott, a tanácsterem, melyben Kölcsey félszeme borongott, a kopjafák, amiken Jézust várják a megszelített tatármagyarok, a szembenéző két ház, amelyben Mátyás és Bocskai bölcsője ringott, a temető, amely kibékítette az elosztott apácait, és az üldözött tótfalusi Kis Miklóst, a templom, amelyben Dávid Ferenc zúgott, a könyvtár, ahol Kazinci összerázkodott az álmélkodástól, a hágó, melyen a hunok visszavonultak, a búcsúhely, ahol Szent Ferenc megbocsát a székelyeknek, a falu, ahonnan a kis Csoma Sándort az enyedi főtanodába küldték, a tornác, amelyen Orbán Balázs írogatta a székelyek életét, a porta, amelyben egy képzelt nagynéni várta a bujdosó leveleit, a rét, amely Kriza szép kápolna virágait termette, a rengeteg, ahol Ábel az ördögre lövetett, a templom, amelyben fogányírással dicsérik az Isten, és a kúria, ahol Petőfi Segesvár előtt megszállt. Visszatért a borvíz, mely füstösre festette a küpülői bort, visszatértek a legénygyilkos tündérek a Szent Anatóban, visszatértek az almafák. A lámpa szelíden sütött, a térképre beújtam a szemem. Egy almafa alatt álltam, egy kis fűrült az ágon, almát szedett a kalapjába, maradj még egy kicsit, gondoltam, mindjárt megyek érted. Hölgyeim és uraim, Németh Lászlóval fejezem be, maratonnál a reménytelenség győzött. Ebbe bízunk. Köszönöm szépen. Kedves emlékezők, akik nemzeti színű szallagot hoztak, a zászlóra kérem, hogy majd helyezzék fel.
Nemzeti Szalon rendezvényére pedig a Mária Valéria híd utáni hajón kerül sor. A himnusz, székely himnusz után mindenkit szeretettel várunk oda. Tehát a Nemzeti Szalonnak a rendezvénye ott lesz. Énekeljük el végül a himnuszt és a székely himnuszt. Elkezdenénk, tisztelettel köszöntök mindenkit, azt hiszem, hogy kint már találkoztunk, úgyhogy külön bemutatkozó kört, annyiban tudjuk, akkor alelnök úr ma a vendégünk, és István, aki korábbi képviselőtársunk volt az előző ciklusban, ebben a mostani polgári szalonban lesznek a vendégeim. Én kérdeztem alelnök urat, hogy miről beszéljünk majd, azt mondta, hogy mindenről lehet, tehát általában az aktualitások szokták vinni a prímet. Azért egy régi dologra itt rámutatok mögöttünk, bár ők pont nem látták, de a híd innen is látszik. Tehát az első Orbán kormánynak az emlékműve Esztergomban, meg fönt a várban a Szent István szobor. Azt hiszem, hogy a mostani polgári kormánynak nem kell szégyenkezni az ítélők előtt.
Én azt hiszem, hogy most egy olyan korszaknak nézünk megint elébe, meg az elmúlt évek is arról szóltak, ami ugyanerről az építkezésről szólt, és most már remélem, hogy Esztergomba is neki tudunk lendülni ennek a dolognak. És most már a következő ciklus elején ugyanúgy azokról a megvalósuló beruházásokról tudunk beszélni, mint a többi településen, ami van az országban. Hát ennyit kívántam volna felvezetőben, és akkor, hogyha aktualitások, akkor én kicsit provokálnék. Annyit még megjegyeznék, hogy holnap alelnök úrhoz megyek a Törvényalkotási Bizottságban, mint itt a meghallgatása, tehát nagyon udvariasnak kell vele lenni, mert egyfajta tanárként ott az államtitkárokat egrecíroztatni tudja, tehát ez egy finom hangvételű konferálás lesz. Tehát gyakorlatilag, ahogy említettem én is, az Alkotmánybíróság előtt most itt vívunk a baloldallal című fejezetnél tartunk, ugyanis el akarják passzálni ezt a népszavazást minden fórumon, ami csak létezik, hogy ha megosztanád, Gergő, a gondolataidat arról, hogy te miben látod a népszavazásnak a fontosságát, meg hogy mik a mi feladataink ezen a területen, tehát hogyha egy kicsit elébe mehetnék a dolognak. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást és a lehetőséget. Természetesen a következő 3-4 hónapnak a legfontosabb kérdése az a népszavazás lesz, de valójában itt nem a népszavazásról van szó, mint önmagában álló célról, vagy célkitűzésről, hanem magáról a migrációról. És vegyük őszintén, hogy a migráció viszont nem az elkövetkezendő 3-4 hónapnak lesz a legfontosabb kérdése, hanem a következő évtizedeké, vagy akár évszázadoké is. Hiszen mindaz a baj, fenyegetettség és a biztonságunkat is közvetlenül érintő kihívás, ami Európát és Magyarországot az elmúlt másfél évben érte, az semmi ahhoz a veszélyhez képest, amit mondjuk nem az ázsiai, hanem az afrikai kontinens jelenthet migráció szempontjából. És itt ebben a kérdésben azért változott nagyot a világ egy év alatt, mert Európa, hála jó Istennek, még demokráciákból áll és demokratikus országok alkotják. Ezért aztán végső soron a választópolgároknak is van abba beleszólása, hogy mi történik. És a nyugat-európai választópolgárok a politikai korrektséget szerintem cserélve azért a jólétért, amelyet egyébként nap mint nap megtapasztalnak, már elfogadták. Tehát lemondtak arról, hogy a politikai elitjük őszintén és egyenesen beszéljen. Mindaddig, amíg cserébe ezért biztonságot és jólétet kaptak, és legyünk őszinték, ezek Nyugat-Európában maximálisan adottak. Viszont most a helyzet megváltozott, mert a biztonságot és egyébként a jólét érzetét is megváltoztatta az, hogy különösen Németországban, egy számtalan más államot is mondhatnánk, skandináv országokat, vagy a Benelux államokat, egy év alatt olyan számú bevándorló érkezett, amit korábban még egyébként a bevándorlással korábban is találkozó országok sem tudtak elképzelni. Így aztán ma már kevésbé vitatható, hogy a határvédelem a legfontosabb, és hogy egy állam nem létezik, hogyha nem képes a saját határait megvédeni. De akkor, amikor tavaly még Röszkénél a magyar állam egyedüliként próbált eleget tenni a schengeni szerződésből eredő kötelezettségének, és megvédte a határt, és nem engedte át azokat, akik ide jogellenesen akartak belépni, akkor még mi voltunk azok, akik lábbal tiporják az emberi jogokat, semmibe veszik Európa alapértékeit, és a többi, és a többi. Tehát eleve szomorú helyzet, hogy ideig jutottunk, és szomorú helyzet, hogy sokatszor éljük át azt, hogy olyan alapvető kérdésekben kell vitákat folytatni, ami józan ésszel egyébként megmagyarázhatatlan, és itt nem szeretném megkerülni a kérdésnek azt a részét, hogy senki nem vitatja, hogy mindannak, ami Szíriában, Líbiában, Irakban, Iránban történik, Iránban egyelőre nem, vagy csak vagy régebben, vagy másképpen, de történik, ennek van emberi jogi vonatkozása, van humanitárius vonatkozása, és magyar kormány nem is attól zárkózott el, hogy egyébként segítséget nyújtson. Lehet ez anyagi segítségnyújtás is, de ezt helyben, illetve a lehető legközelebb fekvő államban kell nyújtani, és azt az eszetlenséget, amit egyébként Európa elkezdett megvalósítani, hogy szinte meghívót adott különböző politikai nyilatkozatokkal azoknak, akik úgy gondolták, hogy hát, ha választhatnak, akkor mégiscsak a világ leggazdagabb országaiban szeretnének élni. Ez egész egyszerűen felfoghatatlan és elképesztő. Mi az, ami ebből ránk hárul, mert az eredeti kérdés mégiscsak ez volt?
Szeretnénk Magyarországot ettől megkímélni. Nyilvánvalóan a sokat hangoztatott tolerancia, megértés jegyében mi nem gondoljuk azt, hogy függetlenül attól, hogy van véleményünk arról, ami mondjuk Skandináviában vagy Németországban történik, de mi nem gondoljuk azt, hogy a skandinávok vagy a németek helyett eldönthetjük, hogy ők kikkel akarnak együtt élni. Viszont ez fordítva is igaz, azt sem gondolhatjuk, hogy nekik joguk van ahhoz, hogy ezt helyettünk megtegyék. És nem csupán az elvek és a józanész szintjén van 100% igazunk, hanem mi úgy gondoljuk, hogy jogi alapja is van annak, amit mi mondunk, hiszen a bevándorlás politika az soha nem volt az uniós közösségi jog része, az tagállami hatáskörben maradt, márpedig itt csak bevándorlásról beszélhetünk, hiszen, illetve ha még őszintén akarunk lenni, akkor emberekről beszélhetünk, akik megérkeznek Európába, és nem tudjuk, hogy ők egyébként valahol menekültnek számítottak. Hozzáteszem, semmilyen nemzetközi egyezmény, semmilyen államot nem kötelez arra, hogy ha nem közvetlen veszélyből érkeznek menekültek, akkor befogadja őket. Tehát amikor a délszláv háború volt, akkor ez a közvetlen veszély fennállt, és Magyarország be is fogadott mindenkit. De megfordítva a kérdést, egyetlen menekültnek sincs joga arra, hogy miután már biztonságban van, és Törökországban mindenki biztonságban van, válaszol, a kurdokat kivéve talán, válaszol egy országot a világon, ahol élni szeretne, és akkor ezt követően ő jogalapot is lát arra, hogy ott éljen, és oda mindenféle jogszabályt megsértve egyébként eljusson. Tehát akik valahol menekültek, azok sem minősülnek, a nemzetközi jog szerint sem menekültek már az európai térségben. Vannak bevándorlók, akik egyszerűen jobb élet reményében érkeznek, és azt is tudjuk Párizs óta, hogy terroristák is vannak azok között, akik ide érkeznek, de a német nemzetbiztonsági hivatal is felhívta erre több alkalommal a figyelmet, utoljára már a nyilvánosság előtt, ami azért elég rendhagyó tiltakozás. Summa summarum, Magyarország annyit tett, hogy kimarad ebből, de az Európai Unió azt a bajt, amit a saját magatartása hozott ránk, azt szét akarja osztani. És ez ellen pedig ma nincs hatékonyabb fegyver, mint arra utalni, ismételten, hogy az Európa mégiscsak demokráciákból áll. Ráadásul, hogyha ezek az országok saját választópolgáraikat megkérdeznék, akkor nem ugyanolyan arányban, mint Közép-Európában, de ott is nagy többsége utasítaná azt a folyamatot, ami az elmúlt évben vált tömegessé. Tehát ilyen értelemben ennek a fenyegetése a lehető legnagyobb, ez adja a magyar kormánynak a lehető legerősebb felhatalmazást arra, hogy az Európai Unióban tárgyalva azt el tudja kerülni, hogy nekünk be kelljen fogadni ide olyanokat, akiket nem akarunk befogadni. Úgyhogy a népszavazás ezért fontos. Ez a népszavazás egy részvételi népszavazás lesz. Több mint a választók, több mint felének el kell menni az érvényességhez. Ezért a legfontosabb, hogy mindenki menjen el és mondja a véleményét. Hogyha ez megtörténik és 50% fölött lesz a részvétel, akkor nekem azzal kapcsolatosan nincsenek aggályaim, hogy mi lesz az eredmény. Köszönjük. Működik. Köszönjük szépen. Én Istvántól azt szeretném megkérdezni, mint említettem, hogy parlamenti képviselőtársunk volt, és nem tudom, mennyire jött át a sajton, de őt a liberálisok annyira nem kedvelték, meg azok, akiknek mondjuk a nemzeti gondolatok, vagy éppen a család tradicionális hagyományos szerepe nem tartozik a fő követeléseik közé. Tehát pont ezért utána mutat, hogy a történelmet nem hagyjuk elvenni magunktól, hogy te hogy látod, mert én úgy látom, hogy Franciaország vagy Németország, megnézzük, gyakorlatilag van ilyes, mondjuk a norma hódítás után nem élt át olyan fajta bevándorlást, ami Magyarország történelme során előfordult, most mindegy békés vagy betelepítés, vagy milyen formában, hogy ezek az államok, vagy ezek fajta liberális eszmerendszer fel tudja elfogni, hogy gyakorlatilag azok a közösségek, akik beépülnek, az a potenciális, ha Magyarország történetében tudjuk, hogy hogyan jutottunk el mondjuk Trianoni, hogy náluk milyen megrázkódtatásokkal járhatnak. Bocsánat a provokációért, mert előre sehetem a válasz. Köszönöm szépen, nem provokáltál egyébként, meg hát az ember próbál a saját magát adni, ha már a parlamentbe adtam saját magam, azokon most civilként még inkább adhatom. Ez akkor ezek szerint jobb. Hát egyrészt az jutott eszembe, amit most alelnök úr itt elmondott a határokkal kapcsolatosan, Trianonhoz kapcsolódva, hogy mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha most természetes határai lennének Magyarországnak, a Kárpátokra gondolok, ugye, mert hogy Teleki Pál mondotta volt, ugye a Kárpátok félhetetlen pontossággal ugye körbe határolták az országot, nem kéne kerítést építeni, akkor nem csak a székelyekkel fölül le kéne zárni a hágókat. De hát most ezt nem tudjuk megtenni sajnos, ugye, mert jelen pillanatban mások vannak ott. De most a komolyra dologra visszatérve, azt tényleg én is szeretném hangsúlyozni, hogy talán egy kicsit ez a migrációval és a Védjük meg Magyarországot című szlogennel kapcsolatosan egy
talán egy picit úgy érzem, hogy mindenki természetesen gondolja azt, hogy ez a népszavazáson pozitív eredmény születik, és nehogy ez elaltasson bennünket, tehát magyarul tényleg akkor van ennek értelme, hogy 50% el fog menni, ez meg egy nagy szám, tehát azért tényleg a mozgósításnak óriási jelentősége van, mert akkor érünk el valamit, hogyha valóban a mondjuk 60-70% elmegy szavazni, ez az egyik kérdés. A másik, amit Pali érintett, hát nézzék, önök is utaznak mindenfele, én emlékszem rá, hogy amikor először mehettem nyugatra, Svájcba voltam, hogy nézett ki Svájc, és most, hogyha elmegyek Svájcba vagy Genfbe, akkor kikkel találkozok. De mondjuk a Salzburgi ünnepi hetekre néha el szoktam menni, mert szeretem a berlini filharmonikusokat, és megdöbbenve tapasztaltam, kérdeztem az egyik étteremben, hogy mit keresnek itt az indiaiak, mert hogy rengeteg indiai, és mondták, hogy nem, ők is már itt vannak. Én azt gondolom, hogy saját bőrükön fogják, és saját tárukon fogják azt tapasztalni, mondjuk a németek mit fog jelenteni az 1 millió, de hát ennek már megvannak a jelei ugye mecsetépítésekkel és stb. Kapcsolatban, és ha már ilyen provokatív dolog van, biztos hallották, hogy jó barátom és államtitkár úr Elsimon László itt a törökökkel kapcsolatosan most nyilatkozott. Én szeretném ezt megerősíteni, természetesen nem kell velem egyetérteni, hogy szeretjük a törököket, meg a törökök is szeretnek bennünket. De hát azért, aki a magyar történelmet ismeri, különösen Trianon napján, ha valaki azt mondja nekem, hogy a 150 éves török dúlás és a 150 éves török megszállás az pozitív volt a magyar történelemben, mindegy az, hogy melyik bulvár sajtóval, melyik firkász írta, az nem normális és nem ért a magyar történelemhez. Kérem szépen, Magyarország lakossága nagyobb volt, mint Anglia lakossága Mátyás király korában. És 80-85% magyar volt. Amikor a törökök, Mohács és a 150 esztendő, akkor a lakosság felére csökken. Azt szoktam mindig mondani, hogy a trianoni békeszerződésnél Budapestet meg kellene tartani, meg mondjuk itt Esztergomot, hogy egy kicsit hazabeszélje, de a felső részeket. De hát a felvidék kellene, hogy itt maradjon, hisz a felvidék volt, ami megtartotta Magyarországot, és voltak a váraink, meg Erdély volt, az, ahol én élek Békés megyében, és az a terület, az egész alatt, az teljesen kihalt volt. Tehát nyugodtan lehetne cserélni. A legértékesebb területeinket vették el, most visszatérve is a gondolatot befejezve a lényeg, tehát mi saját kárunkon tapasztaltuk azt, hogy mit jelent a betelepítés, független attól, hogy mindenkit befogadtunk, független attól, hogy az aponyi féle nemzetiségi politika ma is példamutató lehetne a Európa számára, a művelt vagy műveletlen Európa számára és Brüsszel számára, de hát nézzék meg, hogy most jelen pillanatban milyen következményei vannak. Tehát én azt gondolom, hogy a gazdaságilag és politikailag és minden szempontból egy életerős és egységes Németország fog először óriási csalódni ezzel az 1 millió migránssal, akit befogadta. És aztán a franciák nem is beszélve, jártam nyáron Nyugat-Franciaországba, hát nem akarom önöknek mondani, mondjuk Németország és Franciaország között az éles kontúrt, a német precizitást és a francia srendriánság között ott lehet megállapítani, annyi koszt és bűz nem láttam. A magyar általam szidott toalettek azok csodálatosak ahhoz képest, ami Franciaország, Nyugat-Franciaországban van. Teljesen szétesett az egész. Nem csak már franciák. Egyébként a franciák, az ottani franciák hollandoknak gondoltak egyébként, mert nem is értették, hogy milyen nyelven beszélünk. Tehát abszolút a műveltség az valami fantasztikus. Tehát visszatérve, én azt gondolom, hogy ez, ami most itt elindult, ez valóban a századpestise. És nem képtelenek felfogni ennek a következményeit, hogy milyen súlyos következménye lesznek, és valóban ez nem 5 év, nem 10 esztendő, ez a következő 100 esztendőnek a meghatározó része lesz Európával, és akkor mi nem beszéltünk arról, hogy mi lenne az Európai Uniónak és mi lenne Európának a szerepe. Ugye, egy gazdasági, politikai és a kereszténység megtartása. Tehát ehhez képest kérem szépen, ami itt folyik, az minden csak nem a kereszténység megtartása. Nem tudom a megoldást, azt hiszem, hogy senki nem tudja a megoldást, de hogy ez helytelen dolog, hogy most csinálnak, az biztos. Hogy itt közvetlen dialógus kialakuljon, két észrevételt szeretnék az elhangzottakhoz tenni. Az egyik az, hogy senki nem vitathatja, hogy ezek a kérdések hatékony határvédelem nélkül nem oldhatóak meg. És semmi nem mutatja jobban a kettős mércét,
mint hogy az Egyesült Államok elnöke megérkezik Európába, és azt mondja, hogy a német kancellár ebben az ügyben a történelmi jó oldalánál, miközben pontosan tudjuk, hogy Amerika a mexikói határnál hogyan védi a saját területét. Tehát ez az állítások akkor lehet igaz, hogy az Egyesült Államok pedig a történelmi rossz oldalánál, mert a kettő más különben nem lehetséges, de ez pedig egy furcsa kijelentés lenne a mindenkori amerikai elnöktől. Tehát Európa sem fog tudni szerintem máshogy védekezni. A másik pedig itt a terrorcselekményekkel kapcsolatos kérdés, és amire képviselőtársam is itt utalt, hogy végül is évtizedekre határozza meg ez a kérdés Európa jövőjét. Amikor a párizsi terrorcselekmények megtörténtek, akkor különösebb persze a liberális sajtóban elkezdődött egy végtelenül buta, de elsőnek érthetőnek tűnő keresgélés az iránt, hogy akik ezeket a cselekményeket elkövették, azok hosszabb ideje Párizsban élő arabok voltak, vagy pedig az elmúlt hónapok népvándorlásával érkezett személyek voltak azok. És mint tudjuk, van köztük olyan, aki az elmúlt hónapokban érkezett, sőt Budapesten is eltöltött az illető néhány napot. Tehát valójában, hogyha valaki egy kicsit alaposabban végig gondolja a helyzetet, akkor az igazi elnérv a migrációval szemben, és az ilyen típusú, tehát más földrészre érkező, más vallású és más kultúrájú migrációval szemben, az nem az a 8 mészáros, vagy az nem az az 1-2 mészáros, aki most érkezett az elmúlt hónapokban Párizsban, hanem az a 8-9, és az mint már Charlie Hebdo szerkesztőségelni merényletre is utalok, akik ott élnek évtizedek óta, akiknek esetleg már a szülei be is illeszkedtek a társadalomba, és utána követnek el a gyermekek ilyen cselekményeket, mert ez jól mutatja, hogy Európa olyan problémát vásárol be magának, amit még ha látszólag meg is tud oldani, akkor is képtelen hosszabb távon erre. 2005-ben a londoni robbantások ilyen szempontból az első sokszerű élményt jelentették, és éppen azért, mert akik ott elkövetők voltak, azok a londoni, még bizonyos értelemben felső tízezerbe, de legalábbis a jóléti társadalomban és a felső középosztályba beilleszkedett szülőknek, az orvostanhallgató, orvosi egyetemet elvégzett, házasságban élő, kettőnek a gyermeket várt a felesége, tagjai voltak. És mindezek ellenére. Tehát valójában pont fordított a helyzet. Tudjuk, hogy voltak, és ezt az érvet is megsemmisíti, hogy nem most jöttek, mert vannak olyan, akik most jöttek azok közül, akik ezeket a tényleg brutális és embertelen cselekményeket elkövették. De hát az igazi ellenérv az azok az elkövetők, akik egyébként már esetleg ott születtek, és a szüleik érkeztek még meg Franciaországba, vagy éppen Angliába. Köszönöm. Azt elfelejtettem az elején mondani, hogy körülbelül egy órát számunk erre, tehát körülbelül 9-ig fog tartani. Nekem egy dolog jutott eszembe, hogy két hete voltam egy érettségi találkozón, és az egyik osztálytársam felidézte a történelem tanárunknak azt a mondását, amikor a Római Birodalom bukásáról tanított bennünket, hogy hát mik voltak az okai, hogy többek között, hogy már nem akartak katonáskodni, a nők nem akartak gyereket szülni, és a nép az pedig ingyen cirkuszt, meg ingyen kaját akart, tehát nem akartak dolgozni. Na most, hogyha megnézzük a mai Európát, meg azt, hogy mi van-e mögött a bevándorlás támogatás mögött, akkor gyakorlatilag majd eltartják a Nyugdíjasokat című mesetörténet, amit nem tudom, Maroth Miklós professzor úrnak kihallotta az interjúját nemrégiben. Ki megmondta, hogy azok nagyon nem ismerik az iszlámot, meg az ottani gondolkodást, akik azt hiszik, hogy ők azért jönnek ide, meg hogy dolgozni akarnak, vagy be akarnak ide illeszkedni, meg integrálódni akarnak. Hát egyszerűen nem is, tehát ebben mögött ott van a butaság, hogy ha nem ismerem a másikat, akkor gyakorlatilag nem, és az egészséges ösztön sincs meg bennem, hogy legalább felismerjem, hogy ki ő, hanem elfogadom, hogy mindenki ezt a nyugati oldószeres kultúrát szereti, amikor gyakorlatilag most nem a szipuzókra gondolok, hanem arra, hogy mindenki legyen ilyen egyforma, szingli, meg már ezt ugye Mikola úróta nem szabad kimondani, de gyakorlatilag Európa elveszítette a tartását, a társadalom, a jólét megette a kereszténységet, tehát le lehet fordítani azokat a dolgokat, ami miatt szerintem az immunrendszere végképp meggyengült. Akik már itt hétköznapi szinten egyébként szerintem háborognak, tehát a köznép háború, azok gyakorlatilag a politikusaik viszont homlok egyenest ellenkező ideológiákat visznek. A sajtóban tényleg szerintem van ez a fajta öncenzúra, hogy mit illik elmondani, mit nem illik. Egyébként ránk is vonatkozik, tehát igazából az ikérők, hogyha ők beszélnének a dologról, néhány biztos sokkal markásabban fogalmaznak meg ugyanazokat a dolgokat, amelyeket mi próbálunk körülírni. Tehát, hogy látszik, hogy egy olyan légkör, egy olyan kultúra, egy olyan
gazdasági, média és egyéb környezet alakult ki, ahol gyakorlatilag mintha ilyen agymosásnak vetnék alá a tömegeket, és ami nem tapasztalja a bőrén, hogy a szomszéd településre betelepült migránsok, vagy az én településemre betelepült migránsok, az osztákok állítólag most kidobtak egy adatot, hogy a múlt évben a bűncselekmények több mint 50%-át a migránsok követték el. A lakosságszám arányban még nem érték el. Tehát azért ez egy nagyon figyelmeztető jel. Tehát, hogyha ilyenekkel állunk szemben, akkor ez egy nagyon veszélyes. De most egy kicsit leragadtunk ennél a témáról. Én annyiban megnyitnám a kört, hogyha valaki más témát fel akar vetni, ami a polgári szalon mai estére illeszett, és azon ritka alkalommal tudunk élni, hogy itt van a elnök úr, akár a parlament működését illetően, a Fidesz működését illetően, tudjuk egyben a Fidesz elnökségének is a tagja, ami azért nem sokuknak adatik meg. Tehát lehetőséget adnék arra, hogy ha kell, akkor egy későbbi körben, de ha már most van kérdés, akkor most is tudjuk fogadni, hát abban az irányba visszük a beszélgetést. Tessék! Köszönöm szépen a szót! Én azt szeretném megkérdezni akár alelnök úrtól, vagy Völner úrtól, hogy ha az Európai Unió, nem tudom, parlamentje vagy bizottsága a nyár folyamán meghozza azt a döntését, amit én zsarolásnak nevezek, mégpedig len, hogy a büntetést ró ki azokra az országokra, akik nem fogadják a migránsokat. Tehát ha ez az időpont megelőzi a mi népszavazásunkat, az hogy fogja befolyásolni a mi helyzetünket és a népszavazásunknak az értékét? Csökkenti-e, vagy megmaradhat ugyanolyan hatásúnak, mint amilyennek szánjuk? Köszönöm szépen! Hála jó Istennek, a helyzet az az, hogy van egy ilyen bizottsági előterjesztés, de ez szinte 100%-os bizonyossággal mondhatjuk, hogy szeptembert megelőzően már nem tudja elfogadni az Európai Unió, hiszen az elfogadásnak kétféle módja is lenne. Az egyik, amivel a korábbi 160 ezer ember elosztására vonatkozó, a mai napig végrehajtatlan és működésképtelen javaslatot elfogadták, ezt támadtuk mi meg az Európai Unió luxemburgi bíróság előtt. Ugye ebben az esetben a tanács döntött, tehát a miniszterek tanácsa, konkrétan a belügyminiszterek tanácsa, és az Európai Parlament. Ez egyfajta gyorsított eljárás, de mi itt eljárás jogilag is támadjuk a döntést, meg tartalmilag is. Nem akarják ebben a formában meghozni, és miután július elején ülésezik utoljára az Európai Parlament, és bizonyos előkészítésre itt is szükség lenne, ráadásul már megjelent a bizottság javaslata, ami rendes jogalkotást feltételez, sőt, rendes jogalkotást tesz kötelezővé, ezért ebben az eljárás rendben ezt már nem tudják elfogadni. A rendes eljáráson pedig lassabb ennél, és a magyar parlamentnek is van lehetősége, hogy ennek a jogszerűségét, az uniós döntéshozatali szint helyességét vitassa, ezt meg is fogjuk tenni jövő héten. Ez a luxemburgi szerződésben létrehozott szubszidiaritás vizsgálatnak hívják, de a lényeg az az, hogy ha valamely tagállam úgy érzi, hogy ez tagállami szinten jobban kezelhető ügy, vagy kifejezetten oda is tartozik az uniót létrehozó szerződések szerint, akkor ezt meg lehet tenni, és mi ezt meg is fogjuk tenni. Tehát nem valószínű, hogy ezt a javaslatot, sőt, kizárható, hogy ezt a javaslatot szeptember vége, október eleje előtt el lehessen fogadni. A népszavazás időpontját pedig a köztársasági elnök úr tűzi ki, de attól függően, hogy az Alkotmánybíróság mikor dönt a benyújtott jogorvoslati kérelmekről, azt azért nagyjából most is ki lehet számolni matematikai alapon, hogy szeptember közepe és október első, második hete a matematikai számítás alapján fennálló lehetőség. Úgyhogy optimisták lehetünk abban, hogy a népszavazás ebben egy tényező lesz, és azért azt sem szabad elfelejteni, hogy az Európai Unió hozhat bármilyen határozatot, de ha az olyan mértékben életidegen, mint ez a kvóta döntés, akkor a végrehajtással is komoly nehézségek vannak. Most arról már nem is beszélve, hogy közép-európai államok támogatása megnyerhetetlen egy olyan javaslathoz, ahol 250 ezer eurót kellene, tehát mint egy 80 millió forintot kellene fizetni abban az esetben, hogyha valaki nem vesz át egy személyt, mert még egyszer nem tudjuk, kit veszünk át, hiszen az eljárást is átadják. És akkor abban a jogi kérdésben bele sem akarok menni, hogy ez egyébként a nemzetközi jog szerint olyan kollektív kiutasítás, amit a nemzetközi jog minden egyes kötelező szabályát tilt.
Tehát ahogy alelnök úr is említette, gyakorlatilag az eljárási határidőket figyelembe véve kizárt, csak itt hívnám fel megint arra a figyelmet, hogy nem véletlen, hogy a kúria előtt is megtámadták a népszavazás kezdeményezésünket a baloldali meg a liberális pártok, és ugyanúgy most az alkotmánybíróság előtt is. Tehát az a céljuk, hogy minél tovább húzzák az időt és kifussunk az időből ilyen értelemben. Szerencsére a brüsszeli döntési mechanizmusnak azért ismerjük a bugyrait, tehát bármennyire fölpörögnek, akkor sem nagyon képesek ezt a tempót tartani. A másik meg, hogy bocsánat, hogy rossz májuskodok, de ők most el fognak menni szabadságra, és akkor gyakorlatilag két hónapig megáll az élet Brüsszelbe. Ez ugyanúgy decemberben is bekövetkezik, hogy december közepén ők elvonulnak, és februárig nem lehet beszélni senkivel. Tehát az ott egy nagyon jó világ, hogyha egzisztenciálisan nézzük. De nem arról híres, hogy a munkafolyamatokat annyira szorosan vagy feszesen vennék, mint amire néha bennünket rákényszerít, vagy a kormány, vagy a parlament, de gyakorlatilag azt hiszem, hogy ezt az előnyünket, ezt őriznünk is kell, megőrizni is fogjuk a elkövetkezendőkben is. Mert egy dolgot azért leszögezhetünk, tehát nekünk az Unió, mint olyan, nem az ellenségünk, csak vannak ilyen eszement ötletek, eszement ügyek, amelyek mentén nem szeretjük ezt. Nagyon jó nekünk, hogy át tudunk menni a hídon, nincs ott határőr, nincs ott vámos, tehát ezekkel az előnyökkel élni akarunk. De az, hogy éppen a német vezetőknek mi jut eszükbe, és hát a német nép az meg gyakorlatilag az sokkal békésebb, mint a magyar, mert akár a végső bukásig is képes követni néha a vezetőit, tehát ne várjunk tőlük csodát ilyen értelemben. Bocsánat, hogy megint egy rossz maradatok megjegyzést megengedtem magamnak. De magunkra vagyunk utalva, nekünk kell szövetségeseket találnunk, nekünk kell kihasználnunk azt, hogy amit Deák Ferenc is mondott, hogy a jog az a mi pártunkonnál, és a joggal azt, hát a magyar azért jogász nemzet volt mindig, tehát az, hogy a jogainkkal élünk, és ezért feltűnéznek rá Nyugat-Európába, az szerintem az az ő bajuk, tehát szerintem a jog is velünk, hanem még mind az igazság, és akkor meg főleg nem engedhetünk ebből a dologból. Nem tudom, hogy van egy kérdés, de azt nagyon jól ide vált, passzolt ez a kérdés is. Tessék! Úgy vélem, hogy Magyarországnak van egy kisebbsége, a cigányság. Szerintem ők a beilleszkedésnek a 80%-át megcsinálták, megtették. Beszélik a magyar nyelvet, nem is ismerik már azt az ázsiai vallást, amit valamikor hordoztak, de látjuk, mi magyarok látjuk, hogy mekkora problémát okoz számunkra ez az iskolázatlan cigányság. Úgy vélem, hogy Magyarországnak komoly feladata van, mert nem küldhetjük vissza a cigányokat Ázsiába. A fasiszta Németország módszerét nem alkalmazhatjuk, amit ők alkalmazhattak. Tehát ezek az emberek itt vannak, részarányuk növekedő a magyarsághoz képest, tehát nincs más megoldás, mint hogy beillesszük őket, hogy tanultak legyenek, szakmájuk legyen, stb. És erre nem tapasztalom azt, hogy erre hivatkozások volnának a politikában. Mi a véleményünk? Ez jól mutatja azt, hogy ugyan szerintem Magyarországon sokkal sokszínűbb a sajtó és egymással szemben álló vélemények, élesen szemben álló vélemények sokkal gyakrabban jelennek meg, mint Nyugat-Európa legtöbb államában. De e tekintetben volt ilyen hivatkozás, pont Tócsányi igazságügyminiszter úr tette ezt meg, és utána azonnal a legvállalhatatlanabb elítélő és őt lemondásra felszólító nyilatkozatokat hallhattunk a másik oldalról. Noha ismételjük el ezt most is, hogy Trócsányi miniszter úrnak 100%-ig igaza van. Nem lehet azt figyelmen kívül hagyni, hogy egy országnak milyenek az integrációs tapasztalatai. Magyarországnak az integrációs tapasztalata az a magyarországi cigánysággal kapcsolatosan negatív. Mindent meg kell tenni azért, hogy ez megváltozzon. Az első olyan kormány szerintem a rendszerváltás után, ami érdemben sokat tett, és sokat tett, ez nehéz, ami elért valamit ebben az ügyben. Az a második Orbán kormány, mert a közmunkaprogram az első olyan program, amiben valóban cigány származású emberek 10 000-ei is részt vesznek. Olyanok, akiknek évek vagy évtizedek óta nem volt munkája,
és kétszer annyi pénzért, mint amennyi a szociális segély, ami persze kevés, meg nem lehet megélni, de még mindig kétszer annyi, mint amennyit munkanélkül szociális segélyen otthon élve, és egy ilyen példát mutatva a saját gyermekeiknek korábban kaphattak, tehát ehhez képest szerintem ez egy előrelépés. És igenis, azt kell mondani, hogy a politika az döntési lehetőségek közötti választás valamilyen értéksorrend között, és hogyha nekünk választanunk kell, akkor a mi integrációs energiáinkat azt igenis a magyarországi cigányságra kell fordítani, és ez is elég sok energiát követel tőlünk. Tehát Trócsányi Viszlának én akkor is elmondtam, most egyik kereskedelmi tévében, hogy nem részben, vagy bizonyos mértékben nem 100%-ig értek egyet minden szavával, és csak elismételni tudom azt. Még annyiban egészíteném ki, hogy tényleg miniszter úr arra talán Brüsszelben nyilatkozott, amikor ez a téma szóba került, hogy a Magyarországnak a cigányságnak az integrációja, felzárkóztatása is nagyon nagy terhet jelent. Tehát e fölött nem tud további terheket bevállalni. Erre aztán mondták, hogy rasszista, meg mindenfélét próbáltak anyag. Persze kiforgatták a szavait, tehát a külföldi újságírók is habozást nélkül hazudnak bármit, hogyha kell. És utána azokat nagyon nehéz cáfolni, nem Magyarországról. Tehát úgy mondom, hogy kimondatott ez a dolog, csak nem jósult el ilyen értelemben, hogy tehát mi mondjuk az igazságot, aztán még nekünk kell védekeznünk. Tehát ilyen esetek is előfordulnak. Hagyjuk meg másoknak is a kérdés lehetőségét, hogyha van, bocsánat, ne ragadjunk le egy témánál. Jó, akkor ha visszakanyarodhatnánk egy kicsit a parlamenti vizekre, említett a elnök úr, hogy ez a szubszidiaritás vizsgálat, tehát nem tudom, hogy bonyolult eljárás, de azért a jelenlevők általában ezekkel a jogi rejtelmekkel nem mindig vannak tisztában, hogy van bizottság, parlament, luxemburgi bíróság és az uniónak a különböző intézményei, a miniszterek tanácsai, vagy különböző tanácsi formációk, hogy ezen belül ez a szubszidiaritás vizsgálat a parlamentnek milyen jogosítványokat ad, hiszen maga a népszavazás és a parlament jogosítványainak a megtartásáról szól, és hogy itt mondjuk, hogy hány állam, meg az egyharmadok blokkol, hogyha erre egy kicsit többet tudnának a jelenlevők találni. A cél az az, hogy azt sikerüljön elérni, hogy legalább 19 pontot tudjuk összegyűjteni. A 19 olyan nem állam legyen, hanem kamara, vagy ahol egy kamarás a parlament, ott az kettőt ér, tehát 19 olyan szavazat legyen, ami a javaslattal szemben van, mert ez már egy olyan kisebbség, ahol a bizottságnak indokolt véleményt kell előterjesztenie, és ez lassítja magát az eljárás. De még egyszer mondom, hogyha ez nincs meg, meg lesz egyébként szerintem, de hogyha ez nincs meg, akkor sincs semmi baj, mert október elejéig, szeptember végéig nem tud a jogalkotási eljárás az Európai Unión belül a kvóta mechanizmus állandósításával kapcsolatosan a végére érni. De a cél az az, hogy tudjunk annyi országot találni, tehát a magyar parlament, mint egykamarás parlament, azért két szavazatot ér az egykamarás parlament döntése, ott a szenátus és képviselőház is van, ott külön-külön egy-egy szavazatot jelent, és így kell 19-et összegyűjteni ahhoz, hogy a bizottságot kvázi magyarázkodásra kényszerítsük. Szerintem ez ebben az esetben meg lesz. A másik, hogy a közép-európai államoknál azért azt is látni kell, hogy teljes az egyetértés a kvóta rendszer megvétózásában. Tehát ma, hogyha a mi jogi érvelésünket elfogadná az Európai Bizottság, nem lehet, nem teszi, és azt mondja, hogy az egyhangú határozatot kíván meg, akkor esély nem lenne arra a bizottságban, hogy egyhangú határozat meglegyen. De még a blokkoló kisebbség is megvan, hogyha a visegrádi államok támogatása esetén még egy közepes országot kellene hozzá találni. Ez valószínűleg Spanyolország lehetne, csak Spanyolországban a kormányválság és most az újabb választás miatt bizonytalan, de a balti államok is egyenlőre velünk vannak. Tehát egyenlőre azt lehet mondani, hogy az Európai Uniós országok többsége ezt a javaslatot ellenzi, elveti, és maguk érdekes módon maguk a németek is. Tehát az ilyen jellegű szankció rendszert azt a németek sem támogatják. Legyünk őszinték, azért az Európai Bizottságnak ez a javaslata olyan mértékben eszement, hogy az ember nem tudja, hogy szándékosan akarnak valamilyen Európa ellenes hangulatot kelteni, vagy Európai Unió ellenes hangulatot kelteni, vagy tényleg ennyire elment már Brüsszelben mindenkinek a józan esze. Magyarország egy 7 éves Európai Uniós időszakban, költségvetési időszakban, hogyha egy főre lebontjuk az uniós támogatást, kb. 8-900 000 forinthoz jut per fő. Ehhez képest azt mondani, hogy ha valaki egy
ide érkezett, egyébként jogellenesen ide érkezett személyt nem fogad be, az fizessen 80 millió forintot, majd az Európai Bizottságnak a szóvivője a közép-európai államok megnyugtatására siet, és közli, hogy itt nem büntetésről van szó, hanem ennek ennyi a költsége. Most innentől kezdve már tényleg nem is tudja az ember, hogy hol van, vagy az abnormalitásnak vannak olyan mélységei, amiket egy viccben tudtunk csak, vagy egy kabaréban elképzelni, de nem ez most a valóság. És csak egy mondat még az európai társadalmak védelmében, hogy van az Euróbarométer, aminek az a sajátossága, hogy az összes uniós tagállamban készít közvéleménykutatásokat. De ez egy uniós felmérés, tehát nyilván azért általában a legalábbis olyan motiváció nincs mögött, hogy az Európai Unió céljaival szemben készítsen közvéleménykutatásokat. Ennek ellenére már tavaly nyáron, amikor még sehol nem voltak a párizsi merényletek, még nem volt Németországban több mint 1 millió ember, még a Willkommenskultur jegyében a német sajtó ünnepelte azokat, akik egy hétvége alatt mintegy 40 ezeren a müncheni főpályaudvarra megérkeztek. Már ebben az időszakban, amikor az Euróbarométer készített egy felmérést, hogy mi az európai társadalmak véleménye a bevándorlásról, rossznak vagy jónak tartják-e, akkor egyetlen egy ország volt Svédország, ahol a társadalom többsége ezt jónak tartotta. Tehát a 28-ban egy ország. A másik 27, beleértve egyébként a németeket is, elég szignifikáns többséggel ezt ellenezte, a németeknél 60%-hoz közelítette az elutasítás, mondom már akkor, tehát ma ez drámaian negatívabb adat lenne. A különbség egyébként annyi volt Nyugat-Európa és Kelet-Közép-Európa között, hogy mi Nyugat-Európában 2/3-hoz közelített azoknak a száma, akik ezt negatívnak tartották, addig a 4/5-öt is meghaladta a mi térségünkben. De ha Európa egyébként demokráciákból áll, és ez egy lényeges kérdés, már pedig az elmúlt egy évben ez nem csupán legfelül európai kérdés volt, hanem minden egyes Európai Uniós tagállamnak a legfontosabb belpolitikai kérdése is volt. Ha itt számít a választópolgárnak a véleménye, akkor azt tudjuk mondani, hogy már a terrorcselekményeket megelőzően, és már ilyen jellegű terhek egyértelmű válását megelőzően is az európai társadalmak többsége Nyugat-Európában is a bevándorlás ellen volt. Még annyival kiegészíteném, hogy sikeresség tekintetében, hogy 163 ezer menekült a magyar migráns van most Svédország, és hát 500-an dolgoznak közülük. Tehát a nagy produktúra azért nem nagyon képesek. Például az a 160 ezer migráns, akit a Görögországból akarnak áttelepíteni a különböző európai államokba, hiszen talán 1500-at már elérték, akiket így megmozgattak, de hát azok is van, hogy mennek tovább. Lehet, hogyha valakit mondjuk Svédországból, vagy éppen ugye valaki mondjuk Németországba tart, elviszik Romániába, nem biztos, hogy ott marad. Tehát ez nem biztos, hogy a legcélra vezetőbb módszer, amiben gondolkodnak. Ezt meg el is tenni, csak a legoptimistább német felmérés szerint is, amit most német állami hivatal megrendelésére nagy komoly társadalomkutató intézetek készítettek. A Németországba érkezett tavaly évben 1,2 milliós tömeg, és itt figyelemmel arra, hogy 70-80% egyébként fiatal, egyedülálló férfi, zárójelben tesszük hozzá, tehát a világon általában a háborús menekültek nem egyedülálló férfiak, hanem inkább nők vagy gyermekek, de mindegy, lépjünk túl, menekült természetesen férfi is lehet elvileg, tehát az 1,2 millió emberből, aki tavaly odaérkezett, a német felmérések szerint 5 éven belül a legoptimistább várakozások szerint is 25%-uk lehet a munkaerőpiacon. 10 év alatt ez lehet 50, és 15 év alatt 75. Több nem lehet. Tehát, és én szerintem ezek is túl optimista várakozások, de még ha igaz is, akkor is azt jelenti, hogy 5 éven keresztül, akik odaérkeztek, azoknak 75%-a semmilyen munkát nem fog vállalni, és 10 éven keresztül is felük az odaérkezettek fele semmilyen munkát nem fog állni, és mondom, ezt a saját állami megrendelésre készült felméréseit mutatják. Tehát míg természetesen azt fogadjuk el, és itt megint az a baj, hogy az európai politikából hiányzik az őszintesség, hogy amíg Európa olyan demográfiai helyzetben van, mint amilyenben van, és ráadásul Németország gazdaságilag iszonyatosan erős, addig azt a tényt nem vitathatjuk, mert a matematikai tény Németországnak egy évben körülbelül 200 ezer új munkaerőre van szüksége ahhoz, hogy ezt a gazdasági növekedést fenntartsa. De a tőlünk odaérkezett emberek, meg a Lengyelország, meg a balti államokból odaérkezett fiatalok,
akik nálunk egyébként nagyon hiányoznak, ők alkalmasak arra, hogy ezt a munkaerőt szolgáltassák. Akik Szíriából érkeztek oda, azoknak a nagy része meg, mint az előbb említett felmérés mutatja, teljesen alkalmatlan erre. Csak ha erről beszélünk, akkor ez egy jogos bevándorlás politikai felvetés, amiről minden állam szabadon dönthet, de akkor ebben az Európai Uniónak semmilyen hatásköre nincsen. És még egy érdekesség, hogy a szabad pont itt a német vonatkozásban, Németországban elmentem menekült táborba is, Berlinben. Németek jó szervezők, tehát ezt is igyekeznek kezelni, csak annyira abnormális a helyzet, hogy ez már kezelhetetlen. Tehát van egy tartományok közötti elosztási mechanizmus, ami alapján, ezt egy Königsteini formulának hívják, ami alapján küldik a Németország 16 tartományába, a nagy rész Bajorországban megérkezett menekülteket, bevándorokat, embereket, akik éppen oda érkeztek. És ez sem működik már teljes egészében, de ez még valamelyest igen. Akik Berlinbe érkeztek, azoknak ott van egy ilyen elosztó központjuk, ott néhány nap alatt megérkeznek és kapnak egy ilyen karláncot vagy karperetszerűséget, amivel a teljes berlini tömegközlekedési hálózatot tudják használni. És miután nem tudják sehol sem elszállásolni őket, ezért a testnevelő csarnokokban, tehát a berlini torna termekben alakítanak ki ilyen néhány négyzetméteres, gyakorlatilag emeletes ágyakból álló szállásokat. Ebből akkor, ez tavaly novemberben volt, már 80 volt teljesen tele, de berlini jelentős részében a testnevelés oktatás már megszűnt. És akkor eltelik 3 hónap körülbelül, mire először a bevándorlási hivatalhoz ők valóban eljutnak. Körülbelül ott tartottak tavaly, hogy a német belügyminiszter szerint az odaérkezettek több mint 60%-a nem jogosult menekült státuszra, pedig a németek tekintetben rendkívül megengedőek, de több mint 60%-a nem jogosult menekült státuszra. Viszont az 1.200.000 egy év alatt odaérkezett emberhez képest összesen 350.000 kérelmet tudtak feldolgozni és elbírálni. Tehát ez azt jelenti, hogy eltelik 3 év, ha egyetlen egy ember se érkezne már Németországban, mire befejezik ezeket az eljárásokat. Ha valaki a jogorvoslati lehetőséget kihasználja, akkor ennél lényegesen több. Most akkor azt a kérdést is fel kell tenni, csak azért, mert ne fogadjuk el a humanitárius bírálatokat, és azt se, tehát szerintem fölöslegesnek az emberekről bármilyen gyűlölködéssel beszélni, most nem a terroristákra gondolok. Ha valaki olyan gyenge, hogy megengedi saját területeit rendelkezésére bocsátja másoknak, akkor vegyük tudomásul, hogy az emberek a saját jól felfogott érdekből adódóan ide fognak jönni. Nem az ő hibájuk, hanem azoknak az európai vezetőknek a hibája, akik úgy gondolják, hogy a saját választóik iránt, meg népük, meg nemzetük iránt nem tartoznak felelősséggel. Csak a humanitárius aspektus nézve, vajon melyik a humanitáriusabb az, hogyha úgy próbálunk a közel-keleti térségben segítséget nyújtani, vagy Törökországban segítséget nyújtani, hogy az Európai Unió pénzügyi terheket vállal, hozzáteszem szintén a németek mondják, 1 euró erre fordított költség Németországban, az 20 euró értékű Törökországban. Ennek ellenére is mindenki Németországban van, vagy sokan vannak Törökországban is, vannak sokan, de az egy egészen más helyzet. Vagy pedig az a humanitárius, hogy valaki megérkezik Németországba, a családegyesítés most már a németek se engedik, mert attól már módosították a törvényeiket és azt kizárják, hiszen különben megötszöröződne a már ott lévőknek a száma. Tehát a családja nélkül eltöltött 3-4-5 évet, majd kiderül, hogy nem jogosult menekült státuszra, és elvileg ki kell utasítani. Mire azért valamilyen kapcsolata mindenkinek kialakul, jobb esetben még valamilyen nyelvet is megtanulja. Melyik a humanitáriusabb eljárás? Az, hogy nem engedjük be, illetve akit akkor engedünk csak be valakit, hogyha elbíráltuk, menekült státusza van, vagy valaki bevándorlóként be akarja fogadni, vagy pedig az, hogy mindenkit meghívásszerűen a politikai gesztusok tekintetében egyértelműen idehívunk, majd utána 4-5 év múlva kiutasítjuk, ha kell, akkor erőszakkal kitoncoljuk. Köszönjük a részítést. Itt ugye Brüsszelről is szó volt, nekem valamelyik nap idézték be Kósa Lajosnak egy korábbi mondását a brüsszeli politikusokkal kapcsolatban. Volt egy kifejezés, bár nekem is értelmeznem kellett, az volt, hogy telepozitív. Most mindenki tudja, hogy vannak ilyen hétvégi telkek a városok, települések szélén, valami kis kaibával ott ellátva, és hogyha otthon egy kanapén már úgy tűnik, hogy csere érett, akkor ezeket még nem dobják ki, hanem akkor a telepre még jó lesz, kiviszi. Pont a Juncker kapcsán jutott eszembe, aki tudjuk, hogy hosszú ideig kormányfő volt Luxemburgban,
csak hát a különböző titkosszolgálati lehallgatások és a kapcsán megbukott, de ettől függetlenül ugye ez Brüsszelben még tényleg pozitív. Azon kívül egyébként amit még hozzá kell tenni, hogy a németek, osztrákok, meg mindenki fúj rá egyébként, mert abban az időszakban gyakorlatilag ez a sokat emlegetett cégközpont, vagy már nem kell offshore alá mindent bevonnak, tehát nagy világcégeknek egy adóparadicsomot nyitott Luxemburgban, tehát Európában, amelyik cégek folytatják a tevékenységüket, azok Luxemburgban menedékítik ki annak az eredményét, ahol a minimális kis adóval megúszták aztán ezt a terhet, és gyakorlatilag azok az államok, ahol a környezetet használják, ahol dolgoztatják az embereket, ott a nyereségadót ezeket nem fizetik meg. Tehát egy ilyen ember, aki úgy mondjam, európai érvényben nem sokat tett, Luxemburgért nyilvánvalóan tett, és az a védekezet, mikor lehallgatott társadalmi dolgokat, nem jól felügyelte, maradjunk ennél a finom megfogalmazásnál, hogy őt is lehallgatták. Tehát most tehát, hogy szerintem megkérdőjelezhető hitelességű politikusokat nem lenne szabad Brüsszelbe se kiküldeni, még ettől a magyar baloldal sem mentes, mert hát szerintem a Szanyi Tibor, aki most éppen az Alkotmánybíróságon megtámadta a kormány népszavazási kezdeményezését, azért szerintem ő se az az üde és friss szín volt az MSZP-nek a palettáján, mert úgy tudjuk, hogy most az elnökségre bejelentkezett. Úgyhogy ha a csekély józatság is eltűnne a baloldal sorainkból, akkor rövidesen itthon üdvözölhetnénk, annak ellenére most európai parlamenti képviselőként intézkedik odaként. Bocsánat ezért a kis kitérőért, csak hogy nem olyan egyszerű pályázott ki Brüsszelbe, és nem olyan egyszerű ezeknek az embereknek, akik úgy mondjam, ilyen hívpróbás, nem akarom mondani a másik összetételét, de már mindent kipróbáltak, mindenhol voltak, és már mindenhonnan tovább kellett menniük. Tehát azok már nem fognak az észérvek hatni, meg olyanok, hogy jog, meg kultúra, meg Európa. Tehát nekik, hogy úgy mondjam, semmi se drága, tehát ők viszik tovább a saját politikai díjaiket. Egy kérdést még megengedek, ha véletlenül van, és akkor utána befejezném, hogyha mindenkinek megfelelődik. Csak azért, mert 9 órát ígértem, és akkor megadom a szót. Egy hihetetlen rövid kérdésem van. Láttak-e valami esélyt abban, hogy a Közép-Európát fenyegető migrációs válság kapcsán esetleg a magyarság és a őket befogadó, vagy a többségi nemzedékek között békesség alakuljon ki. Tehát, hogy a magyarság nem a fő veszély, mert hát hiszen a fő veszély a migráció. És akkor működjünk együtt a magyarság. Látnak ennek esélyt? Legyünk optimisták, ezért ne zárjuk ezt ki, de azért én nagyobb veszélyt látom annak, hogy nehogy véletlenül mi elfeledkeztünk arról, hogy a saját nemzeti kisebbségeink melletti kiállás fontosságát semmilyen együttműködés nem írhatja felül. Tehát én ennek is látom a veszélyét, de természetesen amíg Fidesz kormány van, addig ez a veszély minimális, de még magunkat is jó, hogy erre figyelmeztetjük. Ha más kormány van, akkor ezt már láttuk, hogy még a román és szlovák alapszerződés megkötésének idején, hogy annak idején, ha mondjuk Borgyulának választania kellett a felvidéki vagy erdélyi magyarok és Bukarest vagy Pozsony szlovák, illetve román kormánya között, akkor egyértelműen ő nem a magyarokat választotta ilyen kérdéseknél. Reméljük, ezen az időszakon túl vagyunk. Ma ez nyilván, amíg a jelenlegi kormány van, addig ilyen fel sem merül és nem fordulhat elő. De természetesen az, hogy a közép-európai népeknek van egy egymásra utaltsága, ez tény, és mi úgy gondoljuk, hogy mindenki csak jól járna vele, beleértve egyébként Szlovákiát, Romániát és az összes környező államot is, hogyha felismernék azt, hogy kár ellenségként tekinteni az ott élő magyarságra, kár nemzetállamról vizionálni, amikor több nemzetiségű államokról van szó, és azt is mondhatjuk, hogy az egyetlen pozitívnak tekinthető példa az még mindig Szerbia, ahol legalább valamilyen bocsánatkérés történt, kétségkívül egyébként helyesen, kölcsönösen azon történelmi bűnök kapcsán, amit ők elkövettek ellenünk, és az sem vitatható, hogy mi is elkövettük nem ugyanolyan mértékben, és nem annyi áldozatot követelve ellenük. Ráadásul valamilyen korlátozott autonómia is egyedül ott valósult meg a Vajdaságban. Tehát ilyen értelemben egy jó példát látunk, nem veszélyes ez ma Szerbiára szerintem, sőt, csak használ neki. Annyival egészítenünk, és
a Németországgal a főszövetséges, amikkel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy jó lenne azért, hogyha Németország, amely hát Európa legerősebb gazdasági hatalma, ez a bűnös nemzetes merkeli politikával egy kicsit leszállnának, és mondjuk a migránsok befogadás helyett mondjuk arra esetleg fordítanák egy kis időt és energiát, hogy mondjuk a szászok Erdélyben, ugye ott onnan eltűntek, de az ingatlanok ott vannak, vagy most a Szepességbe jártam, és ugye már egyetlen egy cipszer sincs a Szepességbe, de akkor a szudéta németekről nem beszélve. Tehát hogy szerintem egy ilyen erős és egyébként valóban életképes Európa legerősebb gazdasági és majdnem azt mondom, hogy politikai hatalma is, egy kicsit vissza kellene térni a Kohli vagy a Strauss-i külpolitikához, de reméljük, hogy a választásokon majd valami fog történni, bár nekem abszolút nincsenek illúzióim a német választást, illetően tekintettel arra, hogy olyan jó lét és úgy döbörög a német gazdaság, hogy azért ezt mi is tudjuk, hogy nem szoktak leváltani olyan politikai vezetőt, és nem szokott az megbukni, aki azt produkálta, vagy olyan életszínvonalat produkálta, ami Németországban van, de lényeg az, hogy valóban migráns politika helyett Németországnak most már egy gazdaságilag teljes egészében megerősödött, politikailag Európa vezető hatalma, azzal kellene foglalkozni, hogy mi volt korábban, és akkor még nem is beszélek a elveszett Poroszországról és azokról a területekről, ami ott vannak, vagy keleten, vagy Lengyelországban. No, de nem akarok itt vizionálni, én nekem meggyőződésem egyébként, hogy egy picit kisiklott a német külpolitika, de Magyarország, mi magyarok változatlanul, akármi történt, akármilyen bűnök voltak korábban, Németországra számíthatunk, és mindent meg kell tenni annak érdekében szerintem, hogy harmonikus legyen a német-magyar kapcsolat. Függetlenül attól, hogy valóban a világ nem a legrecsinesebb kancellárasszony, ez a Merkel az én számomra se, de azért a németeket szeretem. Köszönjük szépen. Hát a Istvánra csatlakozva, amit mondott, hogy a jólét idején nem biztos, hogy mindig jól döntenek. 2010-ben tudjuk, hogy nehéz helyzet volt, reméljük akkor a magyarok jól döntöttek, ezt 14-ben is meg tudták ismételni. Egyébként érdekesik, hogy a szlovák sajtóban jelent meg akkor először, hogy Tisza Kálmán óta Orbán Viktor lesz az a miniszterelnök, aki leghosszabb ideig tölti be Magyarországon a miniszterelnök tisztséget. Hát szerintem arra kell figyelnünk, hogy ez 18-ban is így maradjon, és akkor az a nemzetpolitikai hozzáállás, amit a elnök úr is említett, hogy a határon túli magyaroknak a sorsa az mindig sokkal jobban fog bennünket izgatni annál, mint hogy mennyire tudunk együttműködni egyéb kérdésekben másokkal. Ez mindig egy vezérfonal tud maradni, és ezen a napon ez a szám egy jó záró gondolat. Köszönöm szépen a figyelmet is.